Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió adását látják 2023. március 17-én, pénteken, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Ázsiai műfordítók jártak Kiskörösön, Petőfi szülőházában és a Műfordítói Szoborparkban. Foltok és láncszemek címmel nyílt kiállítás a Művelődési Központban. 90 versenyző küzdött meg egymással a Soltvadkerti asztali tenisz versenyen. Március 16-án az országgyűlés alelnökének, Lezsák Sándornak a kíséretében látogattak el Kiskörösre azok a közép-ázsiai műfordítók, akik egy pályázat keretében több Petőfi verset is lefordítottak anyanyelvükre. Meglátogatták a szülőházat és a Műfordítói Szoborparkot is. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Lakitelek Alapítvány és a Türk Soly, a Türk Kultúra Nemzetközi Szervezete nemzetközi versfordítói pályázatot hirdetett. Azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég nyelvekre. A pályázat egy kötelező vers a Szabadság Szerelem című vers fordításából és egy vagy több szabadon választható Petőfi vers fordításából állt. A győztesek nem olyan rég Magyarországra érkeztek, és körbejárták hazánkat, hogy testközelből is megismerjék a magyar kultúrát. A pályázat nyerteseit Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke fogadta, aki elkísérte őket Kiskörösre, Petőfi szülővárosába is. Mintegy 500 Petőfi versfordítás érkezett, és minden országban a zsűrisztek és a legjobbak, a győztesek jöttek egy hetes magyarországi látogatásra, és mindenképpen az volt bennem, ha valahova, a Kiskörösre, szülőházba el kell jönni. Nagyon jól esett neki. A pályázat 6 győztese megnézte a Petőfi szülőházat, valamint a Műfordítói Szoborparkban is tettek egy sétát, ahol mindenki a saját nyelvén szavalta el Petőfi Szabadság Szerelem című versét. Bağrından mağa en gerek suyu cana erkindik. Suyu için gerek bolsa ölümge de varamın az suyunu erkindike, kurmandıka çalabır. Şandar Petefi. A versfordítói pályázat győzteseire nagy hatással volt, hogy láthatták az általuk oly nagyra becsült költőszülőházát. A török odasúgta, hogy megható élmény, megrendítő élmény, mert azért egy olyan személyiség, akit a világon mindenütt ismernek, és akkor megállni a házában, ahol született, és ott az ágy, ez megfog mindenkit. És gratulálok Kiskörös városának, hogy ezt képes volt megtartani az elmúlt évszázadban, és képes a jövőben is. Nagyon nagy szolgálatot tesznek, nem csak Petőfinek, érdekében, de a magyar kultúra érdekében is. A Türk Soly versfordítói pályázat győztesei 8 napos magyarországi tartózkodásuk során több településre is ellátogattak. Félegyházi városi ünnepségen mondták el a verseket, ez Lakiteleken az ünnepségen, Jászszentlászlón Petőfi szobrot avattunk, Móriczgáton Petőfi szobrot avattunk, emellett pedig jártunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Pesten, parlamentben volt egy díszebéd a tiszteletükre, ott Gulyás Gergely miniszter úr köszöntötte őket. Közép-Ázsiában a bicentenárium évében több műfordítást tartalmazó kötet is megjelent, így éltetve tovább Petőfi nem múló világhírét. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva március 16-án délután Foltok és láncszemek címmel kiállítás nyílt a Szellő Rózsa Foltvarrókör és a Kiskörös Rózsája Horgolókör tagjainak munkáiból. Petőfi versek és a János Vitéz című elbeszélő költemény ihlette kézműves alkotások kerültek kiállításra március 16-án a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A falakra a Szellő Rózsa Foltvarrókör és a Kiskörös Rózsája Horgolókör tagjainak foltvarrással és recehorgolással készült képei kerültek. Az asztalokon pedig a János Vitéz című elbeszélő költemény 3 fejezete elevenedett meg amikurumi figurák segítségével. A terem közepén egy patchwork technikával készült installáción a Föltámadott a tenger című Petőfi vers olvasható. A tárlat iránt óriási volt az érdeklődés.
Azért dolgoztunk, hogy azzal, amit csinálunk, azzal örömet szerezzünk, és most itt látom az emberek arcán, hogy tetszik nekik, örülnek neki, úgyhogy mi is nagyon boldogok vagyunk ettől. A kiállítás megnyitóján Nagy Anita, a Szellő Rózsa Foltvaró körvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Petőfi versek hangzottak el megzenésítve és tánclépésekbe álmodva. Sám Erika volt az egyik, aki a vendégünk, aki énekelt. Soltvadkerttől jön, mivel én soltvadkerti vagyok, őt ismertem, hallottam már éneken, és csoda hangja van, úgyhogy szerintem ezt a közönség is megállapíthatta, hogy gyönyörűen énekel. A horgolókör tagjai közül sokan pedig tagjai a Szenior Örömtáncnak, és akkor az az ötlet meg onnan jött, hogy akkor ők is szerepelnének. A megjelenteket és a kiállítókat Domonyi László polgármester is köszöntötte. Elismerése jeleként mindkét csoportnak anyagi támogatást nyújtotta a további munkájukhoz. A Szellő Rózsa Foltvarró kör foltokba foglalta Kiskörös nevezetes épületeit. A megnyitón ezt a közös alkotást adták át Domonyi László polgármesternek. Az összes olyan épület szerintem, amit mindenki úgy a foltvarás által is föl fog ismerni, az evangélikus, a katolikus templom, a zsinagóga, a polgármesteri hivatal, a régi iskola, a szlovák tájház, természetesen Petőfinek a szülőháza, illetve a Szücsi erdőnek a védett növényei. Domonyi László polgármester megígérte, hogy méltó helyre fog kerülni az alkotás, oda, ahol a városunkba látogató vendégek is látni fogják. A kiállítók munkájára Arató Lóránt evangélikus igazgató lelkész mondott áldást. János Vitéz 20 horgolt jelenetét az asztalokon az elbeszélő költemény első fejezetéből, Jancsit, Iluskát és a Mostohát, a Huszársereget és Tündérország lakóit, valamint a képeken foltvarrással megelevenedett Petőfi verseket március 31-éig tekinthetik meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A Petőfi Bicentenárium tiszteletére március 15-én Kiskörösön tartották az állami díszünnepséget, melynek szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. Az eseményen több közéleti személyiség is részt vett, többek közt Miklós Erika operaénekesnő és Rákai Filip producer is. Március 15-én az állami megemlékezés díszünnepségét Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója rendezte, aki az előadást megelőzően több alkalommal járt Kiskörösön, hogy a legjobb színpadképet tudja majd kialakítani. Március 14-től már folyamatosan próbált a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, valamint a Nemzeti Színház művészeivel, a Színművészeti Egyetem hallgatóival és a Szivárvány Szlovák Néptáncegyüttes tagjaival. Nemzeti ünnepünkön azonban nem csak a színpadon, hanem a közönség soraiban is több közismert személyiséget láthattunk. Újból itt volt Miklósa Erika operaénekesnő, aki a bicentenáriumi Petőfi Szilveszter kulturális nagykövete volt. Szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy miniszterelnök úr ebből az alkalomból, ünnepi alkalomból ide látogat Kiskörösre. Én mindenféleképpen megtisztelve érzem magam, hogy a szülőföldemre látogat miniszterelnök úr, és hát biztos vagyok benne, hogy itt nagyon sokaknak az ő beszéde bátorító lesz és motiváló lesz. Nagyon-nagyon sok önbizalmat és energiát fog adni. Az ünnepi eseményre családjával érkezett Rákai Filip, aki életében kiemelt helyet kap Petőfi. A producer és felesége voltak mecénásai annak, hogy a Fiumei úti sírkertben a Petőfi család síremlékét felújítsák, és az méltó legyen Petőfi ránk hagyott örökségéhez. A még készülő Most vagy Soha című történelmi kalandfilm kreatív producere és írója személyes küldetésének érezte, hogy itt legyen Kiskörösön. Petőfi rajongóként hol lehetne az ember máshol egy kétszerűdik évforduló, mint ezelőtt a ház előtt, hát ez csak természetes. Petőfi rajongóként is, a Petőfiről és a Mácius ifjakról szóló film kreatív producereként és egyik írójaként is kutya kötelessége az embernek itt lennie, de nem csak a kétszerűdik évforduló miatt. Szoktam mondani, hogy engem szegény néhai édesapám 7-8 éves láttam, amikor megfertőzött, amikor egy ütött kopott, ilyen pirosas, bordós, kötésű, régi Petőfi összest a kezembe adott, és fölütötte egy-két helyen, meg is tanultam egy-két verset, és innentől a szerelem
nekem, úgyhogy nem kérdés, hogy egy ilyen jeles évfordulón az ember itt van a Kiskunság kellős közepén. Az állami díszünnepséget élőben közvetítette a közmédia. Az M5 műsorvezetője Horváth Szilárd számára több szempontból is megtisztelő volt a feladat. Egyrészt ez egy nemzeti zarándokhely, tehát nyilván én is voltam már itt valamikor régen Petőfi szülőháznál. Másrészt meg ezek az ünnepek, amelyeket rendszeresen műsorvezetek augusztus 20-án, október 23-án zászlófelvonásra mindenütt engem nagyon megemelnek. Egyszerűen azért, mert olyan, mondhatnánk, hogy magasztos dolgokról van szó, amelyek aztán utána az egész életemet betöltik, és azt gondolom, hogy aki részt vesz egy ilyen ünnepségen, annak az egész életét betölti utána, és képes a mindennapokra nem nehéz küzdelemként tekinteni, hanem egy nagyobb cél érdekében végzett munkaként tekinteni, és ez nagyon bearanyozza a napokat. Az eseményen számos tévéstáb, valamint országos hírportál képviseltette magát, de több véleményvezér is fontosnak tartotta, hogy személyesen is jelen legyen. A Megafonos csapat előőrse Deák Dániel politológus és Bohár Dániel riporter ígéretükhöz híven a miniszterelnökről elnevezett pizzát is megkóstolták. A miniszterelnöknek a beszéd az 3 órakor kezdődik, szóval nagyjából Budapestről ilyen 10 órakor elindultunk, hogy még legyen időnk előtte egy jó kis pizzát enni. Most kértük ki éppen a pizzát, így ránézéseiként jól néz ki, tehát amikor megnéztük a menülapon, hogy miből áll, milyen feltét van rajta, akkor kicsit így elgondolkodtunk rajta, hogy milyen lehet, de egyébként jól néz ki, és reméljük, hogy finom is lesz. A Megafon véleményvezérei közül többen személyesen is részt vettek az állami megemlékezésen. Itt volt Korondi Tamás, Apáti Bence és Dér Stefi is, aki kedvenc Petőfi verséből is szavalt egy részletet. Az ezzel kapcsolatban készült bővebb összeállításunkat majd Petőfi tér című kulturális magazinunkban láthatják. Március 14-én a nemzeti ünnepünk előestéjén több százan gyűltek össze Kiskörösön a szolgáltatóház előtt felállított színpadnál, hogy közösen emlékezzenek a város híres szülöttére, Petőfi Sándorra. A különleges énekes produkció után a jelenlévők a piros-fehér-zöld fáklyákkal egy kokárdát formáztak meg. A Petőfi 200 emlékév tiszteletére rendhagyó eseményre várta a helyi fiatalokat a város. A márciusi ifjak és népek tavasza című rendezvényhez csatlakoztak a Petőfi Sándor nevét viselő országos találkozón résztvevő diákok is. A szolgáltatóház előtt felállított nagy színpadon rendhagyó módon elevenedett meg nagy költőnk, Petőfi Sándor életútja. A Szabadság gyermeke című zenés produkcióban László Kudron Ildikó olvasta fel a költő életének fontos szakaszait, melyek egyben felvezetői voltak azoknak a közismert könnyű zenei daloknak, melyek szövegén és dallamán keresztül az életrajzi adatok különleges érzelmi töltetet kaptak. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. A színpadra idén is csak úgy, mint tavaly helyi énekesek álltak. Hőgye Kis Gyöngyi, Váci Vaxman Ildikó, ifjabb Gumozer István és Ocskai István. Petőfi életútjának egyedi előadásmódját tavaly vitték először közönség elé, és az ott tapasztalt sikernek és a folyamatos biztatásnak köszönhetően idén újabb zenei művekkel bővítették a repertoárt. Az előadásnak a közönség is aktív részese volt, akik a nemzeti dal megzenésített változatára egy hatalmas kokárdát formáztak, és magasba emelték a piros-fehér-zöld színben világító fáklyákat, így tisztelegve a város szülötte, Petőfi Sándor, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az alkalomra a Művelődési Központ dolgozói 600 színes fáklyát készítettek el. Rab, legyünk
vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. Az előképet követően a Hét Színvirág Alapítvány táncosaival, valamint Pogrányi Miklós és zenekarának közreműködésével táncházzal zárult az este. Soltvadkertán március 11-én 21. alkalommal került sor a Hart Oil Speednet Szilveszterkupa Weinhard János emlékversenyre. A rangos sporteseményre idén 16 településről, köztük Kiskörösről is 90 versenyző érkezett. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Ázsiai műfordítók jártak Kiskörösön, Petőfi szülőházában és a műfordítói szoborparkban. Foltok és láncszemek címmel nyílt kiállítása a művelődési központban. Több közéleti személyiség is részt vett az állami ünnepségen Kiskörösön. Élőképpel adóztak a szabadságért harcoló márciusi ifjak hősiessége előtt Kiskörösön. 90 versenyző küzdött meg egymással a Soltvadkerti asztali tenisz versenyen. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint hétfő reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskörös.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően a kiskörösi állami díszünnepséget, valamint Orbán Viktor miniszterelnök beszédét tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket hétfőn is. Viszontlátásra!